Sok szeretettel köszöntöm a Pax TV nézőit, Izsák Norbert vagyok, a PTF Coaching tanszékének a vezetője. Tudatmódosító sorozatunkban minden héten valamilyen pszichológiai jelenséget, menedzsment eszközt, coaching, módszertan, technikát szoktunk megvizsgálni, és most arra szeretnélek megtanítani benneteket, hogy hogyan tudtok megszabadulni az idegességtől, az idegeskedéstől. És ehhez a feleségem Hajnalka készítette egy rajzot is, és ahogy lehet látni, nagyon-nagyon-nagyon sok mindenen tudunk mi idegeskedni, és ritka az, hogy ilyen nyugalmi helyzetben, imádkozó pózban várjuk a különböző kihívásokat. Na most sok oka lehet annak, amiért idegeskedjünk és idegeskedhetünk, feltételes módban is, meg felszólító módban is. Nagyon-nagyon sok minden törhet borsot az orrunk alá, sok minden történik a világban. Izgulhatunk azon, hogy mi lesz a világpolitikában, a hazai politikában, mi lesz a befektetéseinkkel, mi lesz a fizetésünkkel, mi lesz a családunkkal, lesz-e családunk, és így tovább. És azt hiszem, hogy az idegeskedésnek az egyik vezető oka az az, hogy van egy belső monológunk, amelyik folyamatosan arra hegyezi ki a fülünket, hogy mi minden rossz történhet velünk, és mennyi minden helyről elkéshetünk még, és mennyi mindenre nem jut majd időnk, és így tovább. Nem tudom, hogy megfigyeltétek-e, hogy sportriporterek gyakran megkérdezik az olimpián, meg mindenféle nagy versenyeken a sportolókat, hogy hát izgulnak-e, és amikor lement a szám, akkor is ezt szokták kérdezni, hogy mit érzett, vagy mit érez. És hát nem tudom veletek, hogy van, nekem nagyon-nagyon-nagyon elegem van az ilyen kérdésekből, mert általában mit mondhat erre a sportoló, hogy ha megnyerte a versenyt, hát akkor nagyon örülök. Ha elvesztette, hát akkor egy kicsit szomorú vagyok, majd legközelebb jobban csinálom. És amikor azt a kérdést kapják, hogy izgult-e, vagy izgul-e, akkor nagyon gyakran így meghökkennek, hogy nem, ők nem izgultak, ők izgatottak voltak, de nem idegeskedtek. És kettő között óriási különbség van. Amikor ugyanis én ideges vagyok, izgulok, izgatott vagyok, valami történik a testemben. Mindenféle vegyi anyagok szabadulnak fel itt, ott, az agyban, meg az izmaim is esetlegesen befeszülnek, de nem mindegy, hogy én hogyan értelmezem, hogyan interpretálom ezeket a változásokat, ezeket az érzéseket a testemben. Vajon úgy interpretálom ezeket, hogy ez valami, amitől rettegni kell, amitől félni kell, mert most fog összeomlani az életem, mert nem fogom a távolugrásnak a világ csúcsát megdönteni, és majd hogy fognak rám nézni másnap az emberek, vagy nem lövöm be azt a gólt, és megdobálnak rothadt paradicsommal. Félnem kell ettől, ami itt bennem van, vagy ettől, ami történni fog? Vagy pedig ez egy lehetőség arra, hogy én bizonyítsak, egy lehetőség arra, hogy kipróbáljak olyasmit az életemben, amit eddig még soha nem próbáltam ki. És emiatt természetes, hogy furcsán reagál erre a testem. Szóval sokkal jobban járunk, hogyha azokat, amik történnek a fejünkben, a testünkben fizikailag, úgy interpretáljuk, mint egy lehetőség arra, hogy valami jó történjen. Nem pedig abba éljük bele magunkat, hogy vizionáljuk a mindenféle nagy katasztrófát, ami történhet. Ha az első nyilvános beszédemet, érettségi feleletemet, stb. Azt elszúrom, elrontom. És könnyű mondani, ugye? Tehát mondhatjátok azt, talán nem mondjátok, de gondoljátok, mert udvarias emberek vagytok. Mit lehet csinálni ilyenkor? Mondok pár tippet, jó? Kezdj el arra gondolni, hogy izgulok egy repülő, életemben először fogok repülőre ülni, és mi van, ha lezuhan? Mi van, ha nem a kiválasztott úti célba visz, hanem a föld másik pontjára? Nem tudom, sok mindenen lehet izgulni, bár szokták mondani azt viccesen, hogy ugye nem kell izgulni, mert még egy repülő sem maradt a levegőben. De nem ezzel kellene nyugtatni magunkat, hanem hogy mi sikerülhet jól. Például látni fogom a Földet olyan magasságból, ahonnan még soha nem láttam. Például jót beszélgethetek azzal, akivel együtt utazom. Például elmegyek és megismerek egy másik kultúrát. Végre gyakorolhatom azt a nyelvet, amit 10 éven keresztül szótáraztam, mondjuk. Első nyilvános beszédem lesz. Mi sikerülhet jól? Például lesz majd második. Például utána valami nagyszerű érzést fogok megtapasztalni, hogy ez jó volt. Tehát érdemes arra koncentrálni, hogy mi sikerülhet jól,
még akkor is, hogyha az elkések valahonnan, de lehet, hogy ezért nem harapják le a fejemet, pláne, hogyha előtte telefonálok. Hogyan fogom megünnepelni azt, ami jól sikerült? És hogyha én repülővel utazom maga, én izgulós vagyok egyébként, nem szeretek repülőn utazni, akkor arra szoktam gondolni, hogy ott mit fogok már csinálni a megérkezés után. Vagy ha van valami, amitől szorongok egy nyilvános beszéd, mondjuk, hogy valami hasonló, hogy fogom megünnepelni, ha az sikerült? Mondjuk, nem tudom, elmegyek egy nagyot sétálni a Dunapartra, az mindig jó, ünneplésnek is nagyszerű tud lenni. Vagy mit mesélek majd el a klubban az adott esemény után? Mit mondok majd a barátaimnak? Hogyan idézőjelben dicsekszem el nekik? Mi lesz az, ahogyan majd beszámolok erről az élményről? Ha így kondicionálom magam, akkor hajlamosabb leszek arra, hogy élményként tekintsek erre, ne pedig egy félelemgerjesztő, félelemkeltő dologra. Úgyhogy azt kívánom nektek a jövőtre, hogy ne izguljatok, de bátran legyetek izgatottak, és itt a hangsúly azon van, hogy bátran.